haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés választható. A tánctérre kisuszárok indulj! Az ünnepségek célja, hogy a családokat vonjuk be az ünnepségbe, hogy együtt átélhetővé tegyük az ünnepeket. Ezért több esemény lesz. Lesz egy beharangozása az ünnepségnek, ez a keddi nappal indul. Ennek keretében majd a Nemzeti Múzeumnál lesz egy történelmi játszóház, ahol egy nyitott filmstúdió várja az érdeklődőket. Kisiskolás csoportok, óvodás csoportok el tudják játszani 1948 legfontosabb eseményeit, ezt föl is veszik a kamerára, és meg is lesz a film, eredeti jelmezben, kosztümmel lehet a filmeket elkészíteni. Integessetek és ugráljatok! Dobáljátok földben a kalapotokat! Ez az! Ennyi! Köszönöm szépen! Tapsoljuk meg, kérem a szereplőket! Mindannyian tapsoljuk meg! Emellett egy új esemény lesz, hogy a hátam mögött látható 18 lovas huszár szobrot a város 9 különböző pontjára helyezzük el. 18 lovas szobor, 18 huszár ezred volt 1848-49-ben, és mindegyik szobor az eredeti huszár ezred mintázatát, ruháját hordja. Ez egy public art típusú kezdeményezés, jó lenne, hogyha nagyon sokan meg tudnák nézni, és a Deák téren például, a Deák Ferenc téren, vagyunk a Móricz Zsigmond körtéren, ott a szobroknál is az ember ízelőtől kaphat az ünnepségből. 18-20 ezred mintájára kellett megformálnunk a szobrokat, a császár és a honvéd 20 ezred ruházata és színei alapján. 1848-ban két nagyon fontos dologra kellett válaszadni. Az első az egy ilyen katonafilozófiai kérdés, az egész század erről szól. Az a katona az az uralkodó szolgálatában áll, vagy a nemzet szolgálatában? Erre a csatanos válasz 48-ban néhány huszárezred. A legendás Nádor huszárok, a Württemberg huszárok, a Koburg, a Vilmos huszárok így jönnek haza ezer veszélyel dacolva. Sokszor felmorzsolódnak az alakulatok a küzdelmek során, de utolsó erejükkel is vérezve is hazatérnek Magyarországra, hogy itt újjászervezve a szabadságharc hadseregét szolgálják. A másik kérdés az volt, hogy képes-e a nemzet olyan rettenetes körülmények között és olyan rövid idő alatt felállítani egy működőképes, győzelemre képes hadsereget, egy profi haderőt, és ennek a bázisa a császári királyi katonaság magyar ezredei voltak, legelsősorban a huszár ezredek, nagyjából a tábornoki karnak közel a felét huszártisztek, egykori huszártisztek adták. A Nemzeti Múzeum falán március 13-án és 14-én az esti órákban nagyon látványos fényjáték lesz. Magyarországon először alkalmazott háromdimenziós fényinstalláció lesz. Emellett a 15-én lesz a fő eseménye az ünnepségnek. A fő központ a Lánchíd-Pesti hídfője, a Roosevelt tér lesz, ahol egy valóságos honvéd katonai tábor fogja várni az érdeklődőket. Lesz látványkonyha, lesz huszárpróba, betyárpróba, sőt lesznek kiállítások a dicsőséges tavaszi hadjárat különböző ütközeteiről is. Persze lesz kötelező gyakorlat is, itt a múzeum lépcsőn lesz ünnepség 15-én 10:30-től, neves színművészek, huszárok, táncosok fogják előadni egy előre megkonstruált jelenetben 1848 főbe eseményeit.